Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ma este is velem tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Csak még egy pohárral, ezt még megiszom. Milyen gyakran felcsendülnek ezek a mondatok, és valljuk be, szinte senki sem tulajdonít nekik nagyobb jelentőséget. Pedig Magyarországon közel 1 millióan küzdenek az alkoholizmussal. Sokan azt sem tudják, hogy ez egy betegség, ezért az érintettek kirekesztettként megbélyegezve élnek. Pedig van kiút, a következő percekben 2 sikertörténetet is bemutatunk önöknek. Itt vagyunk egy nagyon kellemes klubhelyiségben, ahol barátságos a hangulat. Ennek talán később azért van jelentősége, hogy az emberek, akik érintettek lehetnek, tudják, hogy hova érdemes fordulni, hol érdemes önöket felkeresni. Kik is azok az AA tagok? Egyáltalán mi is az AA? Hát az a névtelen alkoholistáknak, a anonim alkoholistáknak a rövidítése. Amiért anonimok vagyunk, az pontosan azért, mert az alkoholistákat nehezen fogadják el, főleg az aktív időszakban, de amikor felépülőben vannak, akkor is másképpen fordulnak hozzá az emberek. És az alapelv, hogy nem a név számít, nem az számít, hogy hol dolgozunk, mit csinálunk, hanem hogy együtt józanodunk, együtt épülünk az alkoholizmusból. Hogy találják meg általában az AA-hoz vezető utat? Ön például hogy találta meg? Én úgy találtam meg, hogy amikor én a mélypontomon voltam, akkor én egy kórházba kerültem kezelésre, és a kórházba belátogattak az anonim alkoholisták, és leültünk beszélgetni, és ők beszéltek magukról, hogy ittak, és most hogy józanodnak, és ezen üzenet mentén úgy éreztem én is, hogy hozzájuk lenne jó tartozni, hogyha nekik sikerült, akkor talán nekem is sikerül. És önnek mi volt az ide vezető útja? Hát én nekem kalandosabb utam volt az abba, mert én tulajdonképpen az igazi fölépülésemet nem az alba kezdtem, hanem én a katolikus alkoholista mentő szolgálat lelki gyakorlatán egy katarzis folytán nyertem meg a szabadulást, de mivel Fehérváron nagyon kevés alkalmat találtam arra, hogy közösségbe, sorstársi közösségbe legyek, így keresgéltem, és aztán megtaláltam az anonim alkoholistákat egy pár hónap fölépülés után, és én nekem nagyon megtetszett ez a program, mert a hitemmel és az akkori fölfogásommal nagyon jó összepasszolt a kettő. Tehát az anonim alkoholisták programja, és az én úgymond kiózanodásom körülményei, azok nagyon egybecsengettek. Ugye itt mind a kettők részéről elhangzott az, hogy a közösség, meg a beszélgetések, ez lehet az a sikerének a titka, hogy itt egy közösség van, sorstársak, és talán nagyobb segítséget tudnak ezáltal egymásnak nyújtani? Azt nem tudom, hogy sikere vagy sem. Mi magunk miatt járunk ide. Megpróbáltunk, én legalábbis az életemben minden olyan lehetőséget, ami legalább egy kicsit arra motivált volna, hogy lehegyem az alkoholt, a feleségemért, a gyerekeimért, a munkahelyemért, és ezek mind nem sikerültek. Beszéltem orvossal, aki elmondta, hogy ne így áll, de pont a függőségem miatt, mivel ez egy betegség, amit megtanultam, képtelen voltam letenni, és itt a közösségbe csak annyi hangzott el, hogy szabad nem innod, és hogy mi elfogadunk így, ahogy vagy, és megosztották az ő felépülésüket, ami számomra egy fontos, hiteles üzenet volt, hogy ha nekik sikerült, akkor talán nekem is sikerül. És ami a legfontosabb, amikor azt mondták, hogy
csak egy napig próbáld meg, hisz mindig, mindenhol azt hallottam, hogy ne igyál, ne igyál, én meg megfogadtam, hogy soha többet nem iszok, és ez nem működött. Itt csak egyszerűen azt mondták, hogy ez a te döntésed, és csak egy 24 órát próbálj meg alkohol nélkül, és már van egy józan napod, és holnap újra kezdheted, és majd eldönteted. Egy nagyon fontos dolog volt, hogy amit mondtam, hogy szabad nem innom, ez egy teljesen új életérzés volt, és hogy újra felelőssé válhattam saját életemért. Körülbelül ez az, ami számomra nagyon fontos volt. Akkor fontos az, hogy megfelelően tűzzük ki a célokat, tehát hogy az, hogy olyan határokat húzzunk meg saját magunknak, amit be tudunk tartani. Tehát nem az örök tilalom, hanem egy olyan határvonal, ami megtartható. Hát a programunk szerint is, meg a mindennapi élet túlélésébe nagyon jelentős az, hogy most, a mai nap, hogy az legyen nekem a legfontosabb, nem az, hogy tegnap mi történt velem, bár az is nagyon fontos, mert én a mélypontomon soha nem tudtam elszámolni az előző napon történtekről, legalábbis a nap második feléről, mert mindig filmszakadásig ittam magam. És én nekem az első, legnagyobb ajándékom az volt a fölépülésembe, hogy tudtam és tudok emlékezni a tegnapi napra. Mert tudom, hogy mi történt velem a nap bármelyik órájába, percébe. Azelőtt ez én nekem hiányciknek számított már a mélypontomon. Fontos, hogy az ember őszinte legyen magához is, akkor meg tud gyógyulni, mert én saját tapasztalatból, amikor találkoztam betegekkel, akkor nagyon sokáig azt tapasztaltam, hogy tagadják azt, hogy ők mondjuk alkoholisták lennének. És talán, hogyha ezen a tagadáson nem jutnak túl, akkor nem biztos, hogy gyógyulás útjára tudnak lépni. Hát azt gondolom, hogy ez a tagadásnak a betegsége, meg a titkoknak a betegsége. Az őszintesség magunkhoz, vagy magamhoz, aztán az egyik legfontosabb záloga a felépülésemnek, hogy magam számára, magamnak legyek hiteles és őszinte. Azt mondják, és mondjuk itt a közösségben, hogy annyira vagy beteg, amennyi titkod van. És ezt a titkok, amik megbetegítenek minket, amit az én italozásom során a tetteimmel, a családommal, a környezetemnek okoztam, azokat nem merem fölvállalni, és a lelkiismeret furdalás, ami számomra a legborzalmasabb volt, az csak az alkohollal lehet higítani, azzal lehet feloldani, de ettől a titkok nem oldódtak meg, az őszintesség az betokosodott. Őszintén élni nekem, mint a aktív alkoholistának nem megy, mert megtanultam, amióta nem hiszem, hogy valójában mindig megágyaztam a következő italozásomnak. Pontosan, mert hogy tudtam, hogy erre lehet a legjobban inni, erre lehet a legtöbbet inni. Én magamat mindig felmentettem azzal, hogy én ezt nem bírom, ezt ezzel a titokkal, ezzel a lelkiismerettel, amit a gyerekeim, feleségem, környezetemnek okoztam. Erre, hogy épp elmével túléljek egy-egy órát, egy-egy napot, egy-egy eseményt, ahhoz nekem inni kellett, mert akkor jött a szabadságérzés, a felszabadulás érzése, de ez mindig egyre közelebb vitt arra, hogy nem fogok tudni alkohol nélkül élni, és én ezt már éreztem, és azt is tudtam, hogy ennek nem a boldogság és a jókedv, vidámság lesz a vége, hanem ennél sokkal gyötrelmesebb, amit aztán végigjártam. Folyamatosan, nagyon aktívan, helyesen bólogatott, akkor ezek szerint ez a tagadás az ön életében is jelen volt? Hát a tagadás az a mindennapjaimban volt jelen.
a régi életembe. Mert én alkoholista voltam, és alkoholista vagyok, csak a borzasztó különbség a régi életem és a mostani életem között az, hogy a régi életemben a padláson tele volt mindenféle limlommal, hazugsággal, kifogással, okkal, és mindenféle ilyenekkel, és amikor valamelyikre szükségem volt, akkor egy lazom mozdulattal levettem azt a momentumot, amire éppen szükségem volt, és prezentáltam. A mostani életemben nincsen szükségem arra, hogy limlomokat ráncigáljak le a padlásról, mert olyan életet sikerült magam köré gyűjteni, hogy nincs szükségem okokra, magyarázatokra, kifogásokra, hazugságokra, mert őszinte életet élek azóta. Ez többször is elhangzott, hogy alkoholista vagyok, illetve hogy aktív alkoholista voltam. Akkor ezek szerint nem lehet meggyógyulni. Én talán úgy is fogalmazom, hogy nem is szeretnék ebből a meggyógyultak kategóriába tartozni, hisz ez az út, ez életvégéig tarthat. A tudomány, hogy mit mond, én nem tudom, és nem is nagyon foglalkozok vele. Ma azt látom, ha körülnézek a társaimon, az aktívokon, az utcán, a mindennapi életemben, hogyha ez gyógyítható lenne, akkor nagyon sokan meggyógyulnának, és bár lenne ilyen, de én azt mondom, hogy ha lenne ellenszere is ezt a programot, azért tartanám magamnak mindig is fontosnak, mert azon túl, hogy nem iszok alkoholt, az nem ugyanaz, mint hogy józanul élni. Az a program, ami a névtelen alkoholisták mozgatója, 12 lépés, az egy felépülési program, ami a józanságot nyújtja, amivel nekem minden nap kell foglalkozni, azzal, hogy, és nem arról van szó, hogy ne igyak és görcsölök, hanem hogy tudok én boldogan élni az életben, saját magammal hogy tudok boldog lenni, hogy tudok lenni a környezetemben, hogy tudom működtetni azt a józanságot, amitől én jól érzem magamat, ami távol tart attól, hogy valamilyen kémiai anyagot kéne magamba tenni, hogy érezzek valami jó érzést, boldogságot, hisz azon működök és dolgozom magamba, hogy ezek a mindennap megéléséből jöjjön, és azzal együtt, hogy elfogadom, hogy vannak rossz pillanatok, nehéz helyzetek az élet minden területén, de ez az élet része, és ez nem egy valami puttony, amit cipelnem kell, hanem így működik az életem, így kerek a világ számomra, hogy van boldogság, van benne nehézség, és ezek feladatok, és nem valami Istentől elrugaszkodott dolog, hanem így tudok a mindennapjaimban akár rossz érzésekkel, akár boldogsággal, boldog hangulatban élni, de egyrészt élek és józanul. Ez ami nagyon fontos számomra, az abstinencia, a nemivás, vagy a józan élet között, és ez egy napi gyakorlat, ez nem megy, hogy ma csinálom, aztán utána nem, mert most nem iszom alkoholt, hanem hogy ez egy folyamat. És lenne egy gyógyszer, amit bevennék, és holnaptól nem működne az életem alkoholistaként, én akkor is azt gondolom, hogy szeretem azt, hogy én alkoholista vagyok, józan alkoholista, és ez egy életmódot jelent, és nem valamilyen tudományos megközelítést. P-
popslágerek és rockballadák egyaránt felcsendültek a Fehérvár hangi elődöntőjén. A 24 versenyző az Alba Plázában felállított színpadon mért össze tudását, mi pedig egy összefoglalót készítettünk a napról. A méltán híres James Bond film betétdala is felcsendült a Fehérvár hangja elődöntőjén. A szombati versenyen 24 fiatal mérte össze ének tudását. Arany Tíme a már nem először lép a Fehérvár hangja színpadára. A fiatal úgy véli, hogy az elmúlt két évben fejlődött, és a dal választása is jobb lett. Ez a második alkalom, amit a Fehérvár hangján, és úgy gondoltam, hogy most egy kicsit úgymond egy más jellegű dalt hozok, mint például két éve. Két éve mondjuk, akkor is egy lassabb számot hoztam, de ez most teljesen minimál, Demi Lovato Stone Coldja, és inkább ez az érzelmi töltet, ami benne van. Hogyan tértél haza a tavalyról? Hogy őszinte legyek, nem tudtam a helyén kezelni akkor a szituációt. Így két év elteltével visszanézve az akkori önmagamat, teljesen jogos volt az a döntés, ami akkor született. Tehát, hogy egyetértek vele. Akkor nehezen nyeltem le ezt a békát, de nyilván kellett idő, mire leülepszik, és magam is felismerem a helyzetnek az állását akkor. És így most már úgy gondolom, hogy jogos volt minden. Most kaptál egy újabb ítéletet, hogyan vagy megelégedve a zsűri döntésével? Én nagyon örülök, hogy tetszett nekik. Igazuk volt olyan szempontból, hogy az első részben voltak intonálási problémák, mert tényleg belül ezek a finomságok, amik vannak, tehát ugye halkabban, dinamikailag halkabban kell énekelni, és bent annyira zúg minden, hogy egyszerűen semmit nem hallottam abban, amit énekeltem az első résznél. Akkor, amikor már kiéreztettem a saját hangomat, na olyan, akkor jött meg a kontroll visszafele, akkor érte. Mit gondolsz így végignézve a versenyzőkön, hogy hogyan fogsz idén végezni? Nem tudom, én nem akarok előre semmiből bocsátkozni. Lesz, ami lesz. Mindenkinek az adott pillanatban, hogy teljesít, ezen múlik az egész. Legyen bárki akármilyen jó énekes, ha abban a pillanatban valami miatt nem tud teljesíteni, akkor így itt se úgyse az lesz az eredmény, amire számít, szóval ez relatív. Hogyan érzed? Jobb vagy, mint két éve? Határozottan jobb. Igen, hát hála Istennek fejlődtem. Tehát, hogy, és remélem még fogok sokat, mert nagyon sokat szeretnék. Tehát még én nagyon nem vagyok megelégedve azzal a szinten, ami most jelenleg állok. Mert tudom, hogy sokkal jobb is lehetnék már ennyi idősen. Kalinics Bianca már harmadszor áll a Fehérvár hangja színpadán. Nagyon izgultam, próbáltam teljesíteni a zsűri előtt. Kaptam hideget, meleget, de úgy érzem, hogy tanulságos infokat kaptam visszajelzésként. Mit gondolod, jobb vagy-e, mint az elmúlt két alkalommal? Én úgy érzem, hogy az elmúlt két alkalommal erősebb voltam kicsit, tehát igaza van a zsűrinek, hogy tudok én többet, úgy érzem én is, viszont van a döntőre egy aduász, amit remélem, hogy bejutok és el tudok énekelni neki. Milyen dallal készültél most, és mi volt erre az ítészeknek a válasz? Gnarls Barclay Crazy-ével készültem, és azt latolgatták, hogy kicsit lassú volt, nem annyira volt energiadús, ami igaz is, igaz. Egyébként egy pörgős lánynak mondanád magad? Nem feltétlen, én alapvetően nyugodt természetű vagyok, de vannak dalok, amihez igencsak fel kell pörögni. És akkor a döntőre, hogyha jól sejtem, akkor egy kicsit olyan belevaló dallal készülsz. Igen, én azt terveztem, hogy Tina Turnertől a Proud Mary-t fogom hozni a döntőre, ha esetleg tovább jutok. Pásztor Anna a verseny egyik zsűri tagja szerint nagyon erős a mezőny. Fantasztikus gyerekek vannak itt, már bocsánat, hogy gyerekeknek apostrofálom őket, de ugye tegnap nekünk Győrött volt egy nagyon jó kis koncertünk, és sikerült hajnali 3-kor, vagy fél 4-kor hazaérni, és csak reménykedni mertem abban, hogy amikor idejövök, akkor a tehetségek fölébresztenek. És szerencsére az első fellépő olyan volt, hogy hoppá,
Tehát mindig rá kell ébrednem arra, hogy ez a generáció már, a mostani 16, mert vannak 16 évesek, 16, 26, 30 évesek, elképesztő, hogy mindent tudnak. Tehát nekik már zsigerből alapban jön az, amit mi még anno az MTV-ben tágra nyílt szemekkel néztünk. Tehát az a fajta Amerika, Hollywood, Nyugat, az itt van Magyarországon. Tehát a felgyorsult technikának köszönhetően tényleg itt dübörög az, hogy bárki lehet. Tehát, hogyha valaki Beyoncé akar lenni, az azonnal két koppintásra és két gomnyomásra leszedi, megtanulja, megcsinálja. Aztán, ehhez a lelkiség honnét jön, az már a föntiek dolga, meg az ember dolga, aki eldöntötte, hogy művész vagy énekes lesz, vagy valami nagyon fontossal tud foglalkozni. Igazából nem csak művészként lehet fontos dolgokkal foglalkozni. Tehát ha valaki megtalálja a megfelelő hivatást, vagy az élete értelmét, akár cipőfelsőrész készítő, csak az legyen, hogy teljesedjen ki, legyen boldog. Ezeknek a gyerekeknek minden esélyük megvan arra, hogy énekesek legyenek. Tehát itt egytől egyig olyan emberek vannak most már így a középdöntőben, akik potenciálisan bármikor a szakma jeles képviselőivé válhatnak. Csomó mindent kell persze tanulni, színpadi gyakorlat, stb. Főleg azt, hogy azt meg kell tanulniuk, hogy igazából ők mit szeretnének ezen a szakmán belül. Milyen a mezőny? Erős, nagyon erős. Egy picikét hiányolom azt, hogy kevés a csávó. Kevés fiú van, na. Nagyon jó férfi hangok vannak. Hihetetlen, hogy így Magyarországra most már az R&B meg a soul műfaján keresztül a férfiak megtanulták kinyitni a lelküket és lélekből énekelni. Annyira gyönyörű, hogy egy férfi szépen lélekből énekel, hát én elalélok, elájulok. Itt eddig egy férfit hallottunk, és ő nagyon-nagyon ügyes volt, tehetséges, színpadra termett és szexi. Viszont a lányok tarolnak. Nagyon nehéz lesz választani, én mondom ezt a gyönyörű közhelyet, de tényleg. Divák vagy rockerek? Vegyes. Még sokuknál nem érzem azt, hogy eldöntötték volna belülről. Én már nagyjából látom, kapizsgálom, persze ez az is kell, hogy merjenek azzá válni, akik szeretnének lenni. De manapság ez összemosódik. Tehát én egy punk rock énekesnő vagyok, és nagyon sokszor divának apostrofálnak. Tehát itt a műfaji határok összemosódnak. Vörös Tamás azt mondja, több olyan énekes van, aki már az előző szériában is szerepelt. Minden évben már van változás, most nagyon sok az új hangszín, ami igen fontos szerintem. Milyenek azok a versenyzők, akik már két évvel ezelőtt is szerepeltek? Javultak, vagy romlottak? Hát igazából igen, tehát javultak, de van, aki megállt, és ez kár volt, mert ugye mondtuk két évvel ezelőtt, XY-nak most nem akarok neveket, hogy járjon tanulni, tehát fejlődjön, de azt hiszem, hogy megálltak. Tehát volt olyan, hogy megállt. De volt, aki fejlődött sokat. A Fehérvár hangja elődöntőre Mészáros Attila alpolgármester is ellátogatott. Elmondta, sikerült megmozgatni a fiatalokat a rendezvénnyel. A negyedik alkalommal tudjuk közösen megszervezni a Fehérvár hangja válogatóját és az egész programsorozatot itt Székesfehérváron. 2011-ben is az volt a célunk, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van, aki szeret énekelni, és szeretnénk az első olyan lépcsőfokot megadni azon a bizonyos előrehaladási létrán, amelyet be tudunk is segíteni, és azt gondolom, hogy ez a Fehérvár hangja abszolút ilyen. Neves zsűri előtt tudják megmutatni magukat a fiatalok, és aztán van már olyan több olyan fiatal, aki ma már saját zenekarra zenél és énekel, és a szenvedélyének él. Én bízom, hogy az idejében is lesznek olyan tehetségek, akik ezen az úton el tudnak indulni. Én örülök, hogy mi ebben tudunk segíteni. A következő évben természetesen majd a Fehérvár hangja döntőseit a fehérváriak is nagyon sok programon, rendezvényen fogják majd látni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó közösségi program már ez a Fehérvár hangja. Mennyire tehetségesek a most idén indulók? Én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van akit már egyszer-kétszer láttunk korábban, de vannak új hangok is az idei évben. Úgyhogy bízom benne, hogy a mai nap is, illetve majd a december 9-i döntő is nagyon jó lesz. A Fehérvár hangja döntőbe jutott versenyzőivel a közönség a városi adventi programsorozatában is találkozhat. A tehetségkutató pedig a fináléval ér véget december 9-én szombaton 18 órakor a Vörös Marti Színházban. A döntőn ezúttal is látványos színpadi show várja az érdeklődőket. A sztárvendég Takács Nikolász lesz, és az előző széria győztese Zabos Regina is színpadra lép majd. K
Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!